A szövetségkapitány mennyire bízik még abban, hogy a magyar-román mérkőzés teltházas lelátók előtt zajlik majd le, vagy van-e még esély, hogy másodfokon esetleg a FIFA másként dönt? Hát az esély kicsi, ismerve a FIFA-nak a hozzáállását, illetőleg, hogy a korábbi döntéseit megmásítsa, erre nagyon kevés példa volt. Természetesen nem mondunk le, hiszen számunkra ez egyáltalán nem mindegy, hogy ez a fellebbezés milyen eredményt hoz majd számunkra. Amennyiben úgy alakul, hogy zárt kapus mérkőzés lesz a magyar-román válogatott találkozó, miben változik akkor a felkészülés, mit kell egy picit másképp csinálni a játékosokkal? Hát a mentális felkészítést másképp kell majd megoldanunk természetesen. Mindkét esetben alapvetően másképp kell majd a játékosokhoz nyúlnunk, felkészítenünk. Ez persze nem a taktika és a csapatjátéknak a kérdése, hanem sokkal inkább az a motiváció, ami mentén a hiányzó 40 ezer embert pótolni kell, és valamilyen más lehetőségeket föl kell vázolni a játékosoknak, hogy ez valóban egy eredményes, sikeres mérkőzés legyen. A márciusi találkozóig a kapitány tervez légiósokat megnézni személyesen, vagy nagyjából megvan az a keret, akinek az aktuális formáját csak mondjuk itthonról kell figyelni? A keretünk az megvan, tehát az elmúlt 2,5 évben bizonyított nemzetközi válogatott mérkőzésen is bizonyított játékosok azok, akik elsősorban a tavaszi két nagyon fontos mérkőzésen szerepet kaphatnak. Természetesen kíváncsiak vagyunk a pillanatnyi állapotukra, amire természetesen számíthatunk az új szoftverprogramunkon keresztül Európa összes pályájáról. Be tudjuk gyűjteni a mérkőzéseiket, a játékosok egyéni értékelését is. Nem mondunk le a személyes megtekintéstől sem, bár ezt elsősorban nyilván a hazai mérkőzések keretében fogjuk helyszínen megtekinteni. Egy-egy külföldi megtekintés természetesen benne szerepel a programunkban. Tippelj, totózz és játssz a 63.hu tippligáiban, ahol hetente több százezer forint kerül kiosztásra.